Kevesebb vegyszer szükséges, egyre több a rezisztens almafajta, azaz a varosodással, a kártevőkkel és a gombabetegségekkel szemben is ellenálló gyümölcs. Kállai relikvia. A család leszármazottai egy értékes díszmentét adományoztak a nyíregyházi önkormányzatnak. A kállai kúria felújítása március végén fejeződik be a megyeszékhelyen. Kiemelkedő adatok, mindössze 11,9% az ifjúság munkanélküliségi aránya Magyarországon. Ez jóval az Európai Uniós átlag alatt van, ami megközelíti a 30%-ot. Egyre több almatermesztő választ rezisztens gyümölcsfajtát, azaz olyat, amely ellenálló a varosodással, a kártevőkkel és a gombabetegségekkel szemben. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a mintegy 12 000 hektár étkezési almaültetvény mellett már mintegy 4 000 hektárnyi rezisztens alma terület van. Így egyre több káros anyagoktól mentes, egészséges alma kerülhet a háztartásokba. A gyümölcstermesztésben a költségek, valamint a felhasznált kémiai anyagok nagy hányadát a gombabetegségek, illetve a kártevők elleni védelem teszi ki, hangzott el a Holland Alma Kft. Vásárosnaményi konferenciáján. A cég számos kutatóintézettel és nemesítő központtal dolgozik azon, hogy minél ellenállóbb almafajták és egészségesebb almából készült termékek kerüljenek a háztartásokba. Jelenleg Magyarországon 27 000 hektár almás ültetvény van, ennek egy része modern, egy része pedig előregedett. Szükséges a rekonstrukció, a fajtaváltás. Ebben a vonatkozásban mi azt csináljuk, hogy a világban levő almafajtákat teszteljük, behozzuk Magyarországra, megnézzük az itteni termőtájban, hogy növekednek, megfelelőek-e, milyen a színesedés, stb. És amelyek beválnak ebben a szűrőn, azokat a magyar gazdák számára bemutatjuk és propagáljuk. A vásárosnaményi konferencián több olyan gazdálkodó biotermesztő is részt vett, akik már foglalkoznak rezisztens almafajtákkal. Az ilyen gyümölcs termesztése azért is célszerű, mert kevesebb vegyszert használnak, mint a hagyományos almáknál. Nagyobb odafigyelés kell, amúgy, mert itt a kártevőket, tehát nem tudjuk egy úgynevezett erős szerrel, ami amúgy az emberi szervezetet is roncsolja, mert amivel megpermeteljük, ez valahogy egy részben le is rakódik ebbe a gyümölcsbe. Megpróbáljuk ezeket teljesen más növényi olajokkal, tehát olyanokkal, amelyeket pici odafigyeléssel jobban hatékonyabbá tudjuk tenni, és ezáltal az embereknek is, tehát, hogy mondjam, nem a mérget kell, hogy megegyék, tehát ezt a nyugaton már egy jobban előtérbe került az egészség, ami nálunk még egy picit hátrányban van, de én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő pár évben, tehát ezek a típusokkal tudnánk lépést tartani. Ezen a fiatal ültetvényen már elkezdték a metszést, az almabetakarítások és a levélhullás után az almás kertekben szinte rögtön elkezdik a nyeséseket, azonban a decemberi és januári nagy hidegek miatt sok gazda felfüggesztette a munkálatokat. A sebek nehezebben gyógyulnak és visszafagynak, amikor az ágat megsértjük. Ezért most a körülbelül vagy másfél hete, ahogy megindult az enyhébb időszak, most mindenki a kertben van, és nagy ütemben folyik a metszés. Valamennyi kis csúszás várható, bár ha olyan létszám áll rendelkezésre, az önkormányzatok még nem nagyon indultak be itt a foglalkoztatással, akkor én úgy gondolom, hogy a virágzásra azért befejeződik. Rácz Imre hozzátette, Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a mintegy 12 000 hektár étkezési almaültetvény mellett már mintegy 4 000 hektárnyi rezisztens alma terület van, így egyre több káros anyagtól mentes, egészséges alma kerülhet a háztartásokba. Várhatóan március végén fejeződik be a nyíregyházi kállai kúria felújítása. A Besenyei téren álló épületbe a rekonstrukciós munkák befejezése után a kállai gyűjtemény költözik majd be. Hangzott el azon a városházi sajtótájékoztatón, amelyen a kállai család leszármazottai egy értékes családi relikviát adományoztak Nyíregyháza önkormányzatának. Így néz ki jelenleg a Kállai Miklós egykori miniszterelnök által 1906-ban építtetett, közel 3000 négyzetméteres kúria.
Az épület felújítására állami támogatásból 960 millió forintot fordítanak, a munkák befejezése után pedig a kállai gyűjtemény költözik be az ingatlanba. Itt kap helyet majd többek között az egykori miniszterelnök bátyjának, Kállai Tamás felsőházi országgyűlési képviselőnek a díszmentéje is, amelyet a család orosi ágának leszármazottai adományoztak a nyíregyházi önkormányzatnak. A város polgármestere a tájékoztatón elmondta, a relikviának méltó helye lesz a felújított kúriában. A város tulajdonába az épület a kormánydöntés alapján a beruházás befejezését követően kerül. Eredetileg tavaly októberben lett volna a befejezés határidő. Én a múlt héten magam is megnéztem, és most már azt gondolom, biztonságon mondható, hogy március végére készen lesznek, és akkor átkerül a városhoz, és azt tervezzük, hogy a lehető leghamarabb a kállai gyűjtemény áttelepítése megkezdődik, és az első kiállítás is megnyílik majd. A díszmente és a tartozékainak adományozásáról szóló szerződést a polgármester és Kállai Krisztián írta alá a kállai család tagjainak jelenlétében. Az orvosként dolgozó Kállai Krisztián a ruha történetéről elmondta, a díszmagyar a család utolsó díszes ruhadarabja, a többi ilyen öltözet a II. Világháborúban és az azt követő években megsemmisült. A ruha felújítása túl drága lett volna, ezért döntött a tulajdonos az adományozás mellett. Egy több mint 100 éves díszmagyart adományoztunk, dolmányt és mentét. Egy nagyon távoli sömé volt, akinek ez az adománya a történelmi viharain keresztül került hozzánk, úgyhogy számunkra ez mindig is a családot és a családunknak a történelem betöltött szerepét jelképezte. A Kállai családot az egyik legrégibb ősnemes magyar famíliaként tartják számon. Ősi fészkük Nyíregyháza szomszédságában, Nagykállóban és környékén volt. Leghíresebb tagjai Kállai Miklós mellett császári, illetve királyi kamarások, udvari tanácsosok, miniszterek, országgyűlési követek és képviselők, valamint egyházi vezetők voltak. Mindössze 11,9% az ifjúság munkanélküliségi aránya Magyarországon, közölte Széles Csongor az EMMI szakembere Nyíregyházán. Ez jóval az Európai Uniós átlag alatt van, ami megközelíti a 30%-ot. A kormány célja a Nemzeti Ifjúsági Stratégia működésével, hogy a fiatalok és a döntéshozók között kialakuljon egy párbeszéd. Ennek példája az első nyíregyházi diákparlament megalakulása. Első alkalommal ülésezett a Nyíregyházi Diákparlament a Városházán. A fiatalság célja, hogy közvetlenül egymás között megfogalmazzák azokat a javaslataikat, amelyekkel jobbá és aktívabbá tehetik a helyi ifjúságot. Szeretnénk további új programokat csinálni. Ez pont arra lesz jó, hogy meglátjuk, hogy a diákok miket szeretnének itt Nyíregyházán, mi az, amire szívesen elmennének, és olyan különböző témákban mondhatják el a véleményüket, mint underground, ezek a deszkások, vagy különböző érdekképviseletek, diákönkormányzat, kultúra és programok, meg ehhez hasonló témákban. A diákparlamentnek körülbelül 90 tagja van, ők 8. osztályos, illetve középiskolás tanulók. Nyíregyházának fontos, hogy megértsék és segítsék a következő generáció céljait, közölte Úrik Attila alpolgármester, ezért az ülés végén előterjesztett javaslatokat továbbítják majd a helyi ifjúsági szervezetek felé. Van már ifjúsági koncepciónk, van ifjúsági tanácsunk, amit felnőttek írtak, különböző tanulmányokon, felméréseken alapulva, de mindig ott van valahol az igazság, hogy az élet és az életnek a szaga és a tényleges dolgok, amelyek a diákokat érdeklik, illetve ezek között a teoretikus művek között milyen kapcsolat van. Éppen azért örülünk neki, hogy nagyon sok témában van most egy ilyen Nyíregyházán, és reméljük jövőre is lesz. A kormány 2009-ben fogadta el a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát, az elmúlt évek kutatási eredményei alapján szeretnék felülvizsgálni, hangsúlyozta Széles Csongor Nyíregyházán. A program átfogó módon közelíti a fiatalok életét, a korai 14 évestől a kitolódott 35 éves korig. A kutatások alapján kiderül, 2004 óta 10%-kal nőtt a fiatal munkavállalók aránya, és 5%-kal csökkent körükben a munkanélküliség. Így ez az Európai Uniós 30%-os átlag alatt van, mindössze 11,9%. Olaszországban például 40, Görögországban 44, Lengyelországban pedig 18%, tette hozzá az EMMI szakembere. Ha az adatokra támaszkodunk, már pedig a számok mindig árulkodnak és nagyon fontosak, akkor azt látjuk, hogy jelenleg egy olyan időszakban vagyunk, amikor azt látjuk, hogy a számok arról beszélnek, hogy ennyire alacsony nem volt még a munkanélküliség,
Az bizonyítja, hogy jó irányba haladunk. Az ifjúságkutatás eredményei is arról tanúskodnak, hogy a fiatalok magukról egy olyan képet alakítottak, és az ő véleményük alapján el tudjuk mondani, hogy alapvetően nagyon pozitív irányba történt az elmozdulás. Ezekből a felmérésekből kiderül, hogy a fiatalok pozitívan állnak a családalapítás kérdéséhez, és a többségük szeret Magyarországon élni. Az EMMI ezeket az adatokat 4000 fiatal megkérdezésével kapta. Két autó ütközött össze Nyíregyházán a Kállói úton hétfőn este. Az egyenesen haladó és a kanyarodó gépjárművek balesetében hárman sérültek meg. Mindkét gépjármű totál károsra tört. A baleset okát és körülményeit eljárás keretében vizsgálja a rendőrség. Szerdáig a Tánci a főszerep a Móri Zsigmond Színházban. A táncfarsangról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Mindössze 3 mérkőzést rendeznek meg a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság tavaszi nyitófordulójában a pályák használhatatlansága miatt. Nyíregyházán edzőtáborozik az FK Csíkszereda labdarúgó csapata. Jelenleg a román harmadosztály feljutó helyén álló együttes 4 felkészülési mérkőzést játszik Magyarországon. Szerdáig a Tánci a főszerep a Móri Zsigmond Színházban. A Táncfarsang rendezvény sorozat nyitányaként az Experidance produkció Szenvedélyem Velence című előadását láthatta a közönség. Azoknak, akik át akarják élni a velencei karnevál hangulatát, az idén nem kellett messzire utazniuk. Az Experidance táncosainak köszönhetően a Móri Zsigmond Színház nézői elé tárultak a gondolák városának titkai. A közönség a karneváli maszkok mögött szenvedéllyel teli világot láthatott, amely teljes pompájában tárult fel a társulat alapító Román Sándor koreográfiáján keresztül. A produkcióban klasszikus zeneszerzők modern lüktetésű dallamaira elevenedtek meg Velence történelmének izgalmas alakjai. Ez rendkívül hosszú próbafolyamat és előkészületek a próbateremben, mint rengeteg stílust kellett elsajátítanunk. A néptánc és a modern tánc mellett rengeteg akrobatika, illetve úgynevezett levegőszámok. Tisun letartást csinál egy nagyon fantasztikus táncos pár. Így indult, aztán 2 hetet a színházban próbáltunk fénnyel, jelmezzel, ugyanis rengeteg jelmez van a darabban, és akkor így, mint projekciókkal, fényekkel együtt összeállt végül a darab. Az Experidance társulata nem csak a hazai közönség előtt lép fel sikerrel, a világ számos országába eljutottak már produkcióikkal. Az idén Németországba, Angliába és Kínába is elviszik majd legújabb előadásaikat. A következő napokban a Táncfarsangon fellép a Miskolci Balett, a Pesti Magyar Színi Akadémia és a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium táncosai is. Hetedik alkalommal rendezték meg a Kölcsei Ferenc szónokversenyt Nyíregyházán. A megmérettetésen a Kárpát-medence magyar anyanyelven oktató középiskoláinak diákjai vehettek részt. A nyíregyházi és a szatmárnémeti elődöntőket hétfőn tartották. A versengők a szólásszabadságról és az örökös megváltás tárgyában is felszólalhattak. A szólásszabadság egyike az embernek kiálló legalapvetőbb jogoknak. De itt országunkban a véleménynek szabad kinyilvánításának, illetve a sajtó szabadságának korlátai a tekintetes rendek számára is szembeötlőek. A legtöbben a szólásszabadság ügyében szólaltak fel a Kölcsei Ferenc szónokversenyen. A megmérettetés célja, hogy a fiatalok megmutassák improvizatív tudásukat, retorikai képességüket, beépítve általános műveltségük hordozta szókincsüket. Tavaly jártam már ugyanitt, ugyanazzal a szöveggel készültem, már mint ugyanazzal a témakörben készültem, a szólásszabadságról fogok beszélni. Magamnak írtam a szöveget, tanárnő segítségével, ő átnézte, megtanultam, és most itt vagyok. Az idei megmérettetést a Minden Morzsa Számít Közösségépítő és Segítő Egyesület, a Váci Mihály Kulturális Központ és a Kölcsei Társaság hívta életre. A versenyen a Kárpát-medence magyar anyanyelven oktató középiskoláinak diákjai vehettek részt, szónoklataikat szakmai zsűri értékelte. Középiskolákat igyekszünk megszólítani továbbra is.
akiknek egyrésztről érettségi felkészítést is adhat az érvelés, másrésztről a kiemelt szintű történelmet választ, az már ebben a témában is el tud mélyedni a reformkor dolgában. Kultúra napjához kapcsolódóan nem árt költségét feleleníteni, és hát negyedik új cél ezzel a Kárpát-medencei kiterjesztéssel, hogy határon túli magyarjaink is meg tudják egymást ismerni, barátságok szövődjenek, kötődjenek. A verseny első három helyezettje tovább jut a márciusi országos döntőbe. A váci megmérettetésen kiderül, hogy ki a Kárpát-medence legjobb középiskolás szónoka. Mindössze három mérkőzést rendeznek meg a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság tavaszi nyitófordulójában. A pályák használhatatlansága miatt a többi találkozó elmarad, míg a megyei másodosztály, valamint a harmadosztály Szamos csoportjának valamennyi hétvégi mérkőzését elhalasztotta az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága. Már az őszi szezon vége felé sem fogadta az időjárás a kegyeibe a csapatokat, de a klubvezetők és a játékosok akkor még abban bíztak, hogy a tavaszi szezon kezdetére játékra alkalmas állapotba tudják majd hozni a pályákat. Az elmúlt hetek hideg időjárása és a csapadék azonban nem csak a csapatok felkészülését nehezítette meg, hanem a játéktereket is alaposan megviselte. Nagyon kevés pálya alkalmas a játékra. A megyei első osztály tavaszi szezon kezdetét ennek ellenére sem tudtuk eltolni, méghozzá azért nem, és azért kellett kiírni a február 25-26-ai időpontot a 16. fordulóra, mert a megyei első osztályt kötelező befejezni az egész országban mindenhol június 3.-4. napján, hiszen utána már az MB3-as rájátszásért játszanak a megyei bajnokok. Azt pedig nem akartuk bevállalni itt a megyei igazgatóságon belül, hogy mi központilag egy szerdai vagy csütörtöki napot kitűzünk a csapatoknak, sokkal jobban láttuk azt, hogy a két csapat meg tud állapodni egy új időpontba. Ez a döntés jól sikerült, hiszen a csapatok, akik ugye nem tudják lejátszani a mérkőzést, nagyon hamar már meg tudtak állapodni az új időpontokba, és azt is mondhatom, hogy három párosítás pedig meg lesz tartva. Szombaton a tiszavasvári füvespályán fogadja a Gyulaházát. Vasárnap a nyírbátori műfüvespályán Nyírgyulaj Baktolórendháza meccset rendeznek, a nyíregyházi városi stadion műfüvespályája pedig a Sényű Fehérgyarmat találkozónak lesz a helyszíne. Az alacsonyabb osztályokban viszont elmaradnak a mérkőzések. A megye második és harmadosztállyal kapcsolatosan tudtunk olyan döntést hozni a versenybizottsággal a mai nap folyamán, mindel végig beszéltünk minden egyes rendezőklubbal, hogy a pályák mindenhol alkalmatlanok és használhatatlanok, így ezt a fordulót, ezt a 16. fordulót egy az egyben elhalasztjuk, tehát a megyei második és harmadosztály nem most, február végén, hanem jövő héten, március első hétvégén fog elindulni, és ezt a fordulót, ezt a 16. fordulót egyöntetűen a 30. forduló utáni hétvégén, tehát június 10-11 fogják bepótolni a csapatok. Arról is döntés született, hogy a március 4-én, 5-én esedékes fordulót nem halasztja el a szövetség, mivel június közepéig be kell fejeződnie a bajnokságnak. Ha valahol mégsem lehet megrendezni a mérkőzést, az érintett csapatoknak kell megegyezniük az új időpontról. Nyíregyházán edzőtáborozik az FK Csíkszereda labdarúgó csapata. A korábbi Spari játékos Lengyel Roland által irányított, jelenleg a román harmadosztály feljutó helyén álló együttes 4 felkészülési mérkőzést játszik Magyarországon. Az elmúlt év elején került a Felcsúti Puskás Akadémia segítségével a Székelyföldi Labdarúgó Akadémiához és az FK Csíkszeredához 2 magyar szakember, előbbinél Varga Károly szakmai igazgatóként, utóbbinál Lengyel Roland vezetőedzőként dolgozik. A tréner játékosként 2,5 szezon töltött Nyíregyházán, és mivel a korábbi kapcsolatai megmaradtak, csapata a megyeszékhelyen készül a román harmadosztályú bajnokság rajtjára. A csíkszeredaiak jelenleg a feljutás jelentő első helyen állnak a moldvai csoportban. Van mögöttünk egy akadémia, egyébként most adták át nyáron, öltözőkkel, konditeremmel, bentlakásokkal, irodákkal, tehát a körülmények azok nagyon jók, lehet dolgozni, az utánpótlás nagyon jó, a csapat az főként a helyi utánpótlásra és magyar kemény székely gyerekekre épül. Van 2 román játékosunk és egy spanyol játékost igazoltunk, de az a fő cél, hogy az utánpótlásra támaszkodjunk. Az U17 ez az elit csoportba, a román elit csoportba futballozik és jól is szerepel. Azt gondolom, hogy szép jövő elé néz a székelyföldi labdarúgás.
Az elmúlt hét közepe óta Nyíregyházán készülő FKC Ikszereda már két felkészülési meccsen is pályára lépett. A Bozsik Akadémia U19-es csapatával és a megyei első osztályban listavezető Balkánnyal is 1-1-es döntetlent játszottak a vendégek. A román harmadosztályról annyit kell tudni, hogy sokkal erőszakosabb focit játszanak, belemenősebb, tehát itt a magyar focit inkább ilyen taktikusabbnak látom, technikásabb is talán, tehát én azt mondom, hogy jó mérkőzés volt mind a kettő, jó teszt volt. Most ezen a héten jön a frissítés, terhelés alatt voltunk, a múlt hét az arról szólt, azért látszott a fáradtság, kiütött, hasznos mérkőzések voltak, mindenki játszott, egészségesek vagyunk, és azt mondom, hogy ez a legfontosabb, hogy tudunk készülni továbbra is. A síkszeredaiak szombatig maradnak Nyíregyházán. Szerdán a romániai Pusztadarúc ellen lép pályára a Városi Stadion műfűes pályáján Lengyel Roland együttese. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Egyre több almatermesztő választ rezisztens gyümölcsfajtát, azaz olyat, amely ellenálló a varasodással, a kártevőkkel és a gombabetegségekkel szemben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a mintegy 12 ezer hektár étkezési almaültetvény mellett már mintegy 4 ezer hektárnyi rezisztens almaterület van. Így egyre több káros anyagoktól mentes, egészséges alma kerülhet a háztartásokba. Várhatóan március végén fejeződik be a nyíregyházi Kállai kúria felújítása. A Besenyei téren álló épületbe a rekonstrukciós munkák befejezése után a kállai gyűjtemény költözik majd be. Hangzott el azon a városházi sajtótájékoztatón, amelyen a kállai család leszármazottai egy értékes relikviát adományoztak Nyíregyháza önkormányzatának. Mindössze 11,9% az ifjúság munkanélküliségi aránya Magyarországon, közölte Széles Csongor, az EMMI szakembere Nyíregyházán. Ez jóval az Európai Uniós átlag alatt van, ami megközelíti a 30%-ot. A kormány célja a Nemzeti Ifjúsági Stratégia működésével, hogy a fiatalok és a döntéshozók között kialakuljon egy párbeszéd. Ennek példája az első nyíregyházi diákparlament megalakulása. Február 21-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérhetik weboldalunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is sok felhőre, de enyhe időre számíthatunk. Szerdán újabb melegfront éri el térségünket, amely enyhe nedves levegőt hoz a Kárpát-medence fölé. Az éjjel átmenetileg felszakadozik a felhőzet, kisebb eső eleinte még előfordulhat, a délnyugati szél megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1-3 fok között alakul. Holnap napközben közepesen és erősen felhős időszakok és területek váltakoznak, gyenge eső zápor is előfordulhat, a délnyugati szél megélénkül, délutánra 9 fokig emelkedik a hőmérséklet. Éjjel hideg, holnap napközben már ismét melegfronti hatás lesz térségünkben. Csütörtökön délnyugat felől csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt majd a nap, folytatódik az enyhe idő, pénteken azonban egy hideg front éri el térségünket, többfelé esőre, záporra is számíthatunk. Hétvégén a front mögött csökken a felhőzet, hűvösebb idő várható, helyenként ismét éjszakai faggyal. A jövő héten változékony időjárásra számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, egyre enyhébb idővel.